Sziasztok! Schmidt Eszter a vendégem ma. Köszönöm szépen, Eszter, hogy elfogadtad a meghívásomat. És akkor én először azzal kezdem, hogy megosztom a képernyőmet, és megmondom, nem titkoljuk el a kedves nézők elől, hogy nekünk van előéletünk, tehát hogy már mi ismerjük egymást, és találkoztunk is személyesen a Pálinka főzdében. És ugye te azt se titok, hogy a Kruxnál dolgozol, és biomérnök vagy, és mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, én arra kérlek, hogy te is mondj egy pár szót magadról. Sziasztok! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy én is beszélgethetek veled sok kedves kolléga után. Amint említetted is, a Krux Gamina Pálinka háznál dolgozom, és az alapvégzettségem az biomérnök. Hogy kerül egy biomérnök egy Pálinka házba, az egész egyszerűen úgy, hogy amikor végeztem, akkor elkezdtem itthon Nógrád megyében valamilyen állás lehetőséget keresni, és egy ismerős ajánlotta Tusiák György urat, a főnökömet, hogy ő most induló gyümölcs, bor és pálinka üzembe keres fiatal mérnököt, és egyidejűleg jelentkeztem a Pálinka mesterképzésre is 2012-ben, és szerintem ez a kettő összefügghetett azzal, hogy én a Kruxhoz kerültem. Igen, amikor mi személyesen beszéltünk ott a főzdében, akkor ugye én is láttam, meg te is elmondtad, hogy ez viszonylag egy fiatal főzdének számít, hogy itt csak egy pár szót a történetről el tudsz mondani, hogy hogy alakult a Krux. Maga a főzde az 11-12-ben épült, a tulajdonos családnak vannak gyümölcs ültetvényei, több mint 35 hektár, szóval ez adta az alapötletet, hogy tulajdonképpen a gyümölcsöt értékesebb formában is el lehet adni, mint ha gyümölcsként értékesítik. Ennek a feldolgozott formája tulajdonképpen a gyümölcsbor, gyümölcspálinka, likőrökkel is kísérletezünk mind a mai napig, szóval ez adta az alapötletet. Alapvetően a gyümölcs, borok és a pálinkák az, ami a két nagyobb volumenben értékesített termékünk, de emellett kísérletezünk gyümölcs alapú gyógynövényes likőrökkel, gyümölcslikőrökkel, ezeknek jóval nehezebb a piaca, de azért mi kitartunk és nem adjuk fel. Neked egyébként a pálinka mesteri képzés előtt volt valami közöd a pálinkához? Tehát, hogy volt valami előélete ennek a történetnek? Én át szoktam mesélni, hogy azt hiszem, hogy én nagyon szerencsés vagyok a pálinka megismerésével kapcsolatban, mert egy nagyon kedves régi családi ismerősünk volt, aki réges-régen, még mikor én is gyerek voltam, ellátta idézőjelbe a családot, családi összejöveteleinket pálinkával, és hát a gyerekkori emlékeim a Gyusza bácsi pálinkájáról azok, amikor még csak illatolni volt szabad, kóstolni még nem, hogy a baracknak annak tényleg barack illata volt, a körtének annak tényleg barack illata volt, vagy körte illata volt, és tehát, hogy nekem nagyon jó emlékeim vannak gyerekként is arról, hogy a pálinka az egy gyümölcsös ital, és nem ilyen kerítésszaggató retteneteken keresztül ismertem meg ezt az italt. Úgyhogy szerintem én nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból. Én nekem adódik a kérdés egyébként, hogy tudom rólad, hogy biomérnökként végeztél, és hogy nem egy olyan hétköznapi dolog, hogy kereskedelmi pálinka főzde biomérnököket, vagy biomérnököt alkalmaz, hogy arról egy pár szót beszélünk, hogy mi a hozzáadott értéke, hogy mi a jelentősége egy biomérnöknek a Kruxnál. Én úgy gondolom, hogy az egy általános előny, hogy biomérnökként a fermentációs technológiákat, az általános laboratóriumi vizsgálatoknak a módszertanát, legyen szó az egy pH-mérésről, egy alkoholtartalommérésről, az, hogy laboratóriumi eszközöket használjak, akár egy üveglepárlót, vagy bármihez hasonlót, az, hogy egy fotométert tudok használni, ezek mind olyan előnyök, amiket én tudok használni egy termékfejlesztő laboratóriumban. Tulajdonképpen
a biomérnök az azért egy nagyon univerzális szak, mert mindenféle ilyen élelmiszeripari erjesztés technológiai, vegyipari technológiát ötvöz maga a képzés, és ezt nagyon sok irányba lehet kamatoztatni, mint például egy pálinka főzdében. Hogy néz ki neked egy napod egyébként? Én nagyon kíváncsi vagyok. Alapvetően ugye a laborban termékfejlesztéssel dolgozom, de nem ez a 100% a tevékenységemnek. Ugye ez egy kis cég, összesen 6-7 fővel dolgozunk úgy állandóan, és ebbe a főnöktől az értékesítőn át az adminisztrátor kollégáig mindenki benne van, szóval egy kicsit mindenkinek kell, hogy univerzális legyen, tehát ha arról van szó, akkor HACCP dokumentumokat kezelek, ivóvízvizsgálati mintavételt intézek, üvegbeszerzést, más csomagolóanyagokat, címkéket, de ha kell, akkor megyek és feldolgozok, palackozok, és hát a szűken vett laboratóriumi dolgoknál pedig ugye a gyümölcs alapanyagokat tudom vizsgálni, savtartalom, savösszetétel, cukorösszetétel, pH méréseket szoktunk csinálni, a különböző tételekből blendeléseket nálam csináljuk. Általában ezeket, ez is csapatmunka, tehát nem én csinálom egyedül, hanem mindig megbeszéljük, hogy milyen alapanyagok vannak, azokat milyen módon keverjük össze, hogy kóstoljuk, milyen minták készülnek belőle, és együtt is kóstoljuk, és együtt is értékeljük a kollégákkal. Ez egy tiszta stressz munkahely? Ó, persze. Hát a mosolyodból azt érzékelem, hogy nem. Legkevésbé sem, amihez azért a jó kollégális és természeti környezet is, úgy gondolom, hiszen láttad, milyen környezetben is dolgozunk, úgyhogy szerintem az így a béke és nyugalom szigete. Amikor beszélgettünk ott személyesen a főzdébe, akkor elmondtad, hogy a Krux és a Fekete Ribizli azért nagyon közeli barátságot ápolnak egymással, és hogy mivel azt gondolom, hogy a Fekete Ribizlihez a Krux az egyik a legjobban értő, meg a legtöbbet feldolgozó, hogy én szeretném, hogy picit belemerülnénk ebbe a Fekete Ribizli kérdésbe először, a bogyós gyümölcsökön belül, és hogy pár szóban nézzük meg ezt a Fekete Ribizlit, meg hogyha tudunk, akkor hasonlítsuk össze a Piros Ribizlivel, pálinka szempontból szigorúan. Ahogy említettem, ugye van gyümölcsösünk, ennek a nagy része az Fekete Ribizli, egy kisebbik része az piros, meg most nem olyan rég telepítettünk málnát az előregedő Fekete Ribizli részére. Ha nagyon az elejéről kezdjük, akkor nekünk titánia fajta Fekete Ribizlink van, gépi szüreteléssel szedjük, és ebből készítünk gyümölcsbort is, és pálinkát is egyébként. Piros Ribizlivel is kísérleteztünk, az pálinkának kevésbé volt sikeres. Ugye a Fekete Ribizlit, aki ismeri, azt tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon karakteres, fűszeres, erős ízvilágú, esetlegesen kicsit fanyar is lehet, elég megosztó gyümölcs, akár milyen formában kóstolják is az emberek. A Piros Ribizli az talán frissen gyümölcsként fogyasztva azért sokkal népszerűbb, kicsit savanykás, de olyan kellemes gyümölcsös ízű. És éppen ebből a különbségből adódik a boroknál is, és egyébként a pálinkáknál is az eltérés. Ugye a Fekete Ribizli az szintén egy ilyen nagyon markáns, szokták mondani, ilyen poloskaszagú, de mellette rengeteg zöld fűszert, csokoládét, nagyon sok mindent fel lehet mellette fedezni, és ehhez képest a Piros Ribizli, meg egyébként még a fehér színűt is meg lehet említeni, szinte jellegtelenek. Nagyon-nagyon kevés aromával bírnak, nagyon neutrális párlatok, nem nagyon érdemes velük kísérletezni pálinka szinten. Ki lehet próbálni. Én, ami egy jó megoldással találkoztam, az a pirosnak meg a feketének a házasítása pálinkában,
az egy érdekes kísérlet, mert a piros az egy kicsit lágyítja a feketének azt a nagyon, nagyon karakteres jellegét, és ezáltal egy kicsit gyümölcsösebb, kicsit könnyedebb pálinkát kapunk belőle, szóval ha valakinek van kedve ilyesmivel játszani, akkor az lehet érdemes. Azt mondod, hogy a fekete ribizli egy ilyen megosztó pálinkájú gyümölcs, és igazából teljesen egyetértek veled, mert annak idején, amikor én is elkezdtem a pálinkával komolyabban foglalkozni, akkor jöttek az első nagyon ízletes és nagyon jó illatos pálinkák nekem később, mint neked. Már úgy értem, hogy én később tudtam meg, hogy vannak jó minőségű pálinkák, tehát hogy néhány éve tudom csak, és hogy ugye mivel a baraszkpálinkától mindenki ezt a baraszklekvárt várja, ezért a fekete ribiznitől is szerintem azért megosztó, mert mindenki ezt a fekete ribizni szörp feelinget akarja, hogy ez legyen, de hogy nem az lesz a fekete ribizni. Legalábbis szerintem ezért megosztó. Tehát, hogy fekete ribizni pálinkával nem kezdi az ember a pálinka pályafutását, hanem az ahhoz odáig meg kell érni, nem? Hogy igen, igen, hogy egyáltalán legyen bátorsága megkóstolni, de azért az például egy tapasztalat, hogy a hölgyek azok kifejezetten szokták szeretni a fekete ribizlit. És egy másik, az is inkább személyes tapasztalat, hogy aki szereti a gyümölcsöt, az a pálinkább, tehát hogy ugye ami alapanyagként gyümölcsöt ismerünk, az pálinkában azért nem mindig ugyanazt hozza. Tehát ezt mi megtanuljuk, mert mi tanuljuk, hogy milyenek a pálinkák egy-egy gyümölcsnek, milyenek a jegyei gyümölcsként és pálinkaként. De ugye a fogyasztók nagyon sokszor a primer ízeket, a gyümölcs ízeket keresik, és a pálinka nem mindig ugyanazt adja vissza, sőt, tehát ugye legtöbbször nem feltétlenül ugyanazt, és a fekete ribizli az pont egy olyan gyümölcs, ami szerintem nagyon hasonlít az eredeti gyümölcs ízeire. Azt mondtad, hogy te ugye mindenesként is, vagy hát néha mindenesként is azért van, hogy a születen is részt veszel, vagy a feldolgozáson is részt veszel, hogy tudsz valamit, amivel egy ribizli cefre, vagy ribizli pálinka különbözik egy mondjuk egy baracknak a elkészítésétől, hogy van valami speciális? Alapvetően a fekete ribizlit is úgy a pálinka készítés általános szabályai szerint ugye megfelelő környezetben, élesztővel, pettinbontóval hűtve készítjük, tehát olyan nagyon, nagyon extra nincsen. Elég sűrű, szóval pettinbontót azt mondjuk én mindenképpen tennék hozzá, ha én csinálnék fekete ribizliből cefrét, a szárakat érdemes belőle eltávolítani, igaz, hogy apró bogyós és elég macerás, de ugye akkor a zöld ízeket el tudjuk kerülni, szóval az is célszerű. De úgy... Oké. Nekem az egyik kedvencem a Kruxtól az a bogyóvarázs, és ezt te ismertetted meg velem először, és nálatok kóstoltam. Hogy akkor ez, tehát hogy tudom, hogy más bogyós gyümölcsökkel is dolgoztok, hogy mondjuk akkor, tehát hogy ez az ötletem most támadt, hogy a bogyóvarázson keresztül megnézzünk még néhány gyümölcsöt, és akkor egyúttal meg is tudjuk, hogy milyen bogyók vannak a bogyóvarázsban. Legyen így. Szóval mi van, mi a varázslat a bogyóvarázsban, milyen gyümölcsökből áll össze? Van mellett a fekete ribizli mellett, van benne piros ribizli is, eper, málna, kis áfonya, esetleg egy kis cseresznye, ami ugyan nem annyira bogyós gyümölcs, de ebbe a karakterisztikába elég jól beleillik. Alapvetően belőlük készül, megfelelő arányokban összerakva. Málna, vagy azt mondtad? Mondtam, igen, mondtam a málnát. Málna, mert az előbb még azt is említetted, ezt a málna témát, hogy málnából is azért sok pálinkát csináltok, meg az is az egyik kedvenc, vagy ilyen nagy klasszikus egyébként, hogy arról is beszélünk egy pár szót. Milyen málnát dolgoztok ti fel, vagy mi van nektek? A saját málnánkból még nem készült pálinka, mert annyira új maga az ültetvény, hogy még csak megkóstolni lehetett. Egyébként ez a lengyel polka fajta, amit telepítettünk.
részben az a, nem is csak a gyümölcs adottságai miatt, hanem ugye fontos, hogy ezt az ültetvényt is lehessen kezelni, és ehhez ennek a növénynek magának vannak olyan adottságai, amiket ott nálunk azon a domboldalon pont jól ki tudjuk használni, de egyébként maga a gyümölcse is nagyon illatos és zamatos fajta. Hát a málnát ugye az a pálinkák királynője, legalábbis szerintem. Igen, mondjuk a bogyóvarázs jól összeáll, mert nem nyom el mindent a málna, hanem azért a többi gyümölcsöt is lehet benne érezni. Mit mondtál? Csipkebogyó? Nem csipkebogyó. Csipkebogyót nem. Epret, áfonyát. Áfonya. Az áfonyát is megnézzük egy picit. Ugye, azt leginkább az erdélyi áfonyapálinkát szokta mindenki ismerni, ezt a kis kékbogyós gyümölcsöt, de egyébként az áfonyának is sok fajtája van, amivel olyan nagyon nem találkozunk. Olyan különféle gyógyhatású készítményekben a tőzegáfonya szokott előfordulni, meg esetleg a szalványként is találkozunk vörös áfonyával, tehát vannak ugye kékek, vagy pirosak nagyjából. De ott is pálinkához alkalmas, édes gyümölcs van, cukortartalma, jellemzően ágyas pálinkához szokták használni, mert nagyon erős színanyagai vannak, és az ugye szinte már ilyen likőr-szerű, szintén úgy gondolom, hogy inkább ilyen női kedvenc kategóriába tartozik. De mondjuk akkor nem az ászlóra, nem az áfonya van tűzve nálatok, csak van áfonyából is, vagy áfonyából is csináltok pálinkát. Külön nem. A bogyóvarázs meg az erdei gyümölcs az a kettő, amiben előfordul. Aha. De igen. Okay. Nem csak annyi, hogy ugye ezek a bogyóvarázsnál is az a jó, hogy mindig egy kicsit más arcát mutatja. Tehát nekem ezért egy nagyon kedves pálinka, mert attól függően, hogy milyen hőmérsékleten, hol kóstolod, néha egy kicsit mellásabb, néha egy kicsit áfonya, néha egy kicsit ribizli, mindig valamilyen más arcát mutatja, szóval igazából sose tudod kétszer ugyanazt a bogyóvarást inni. Egyetértünk, szuper egyetértünk. Még ami nekem a titkos favoritom veled kapcsolatban, hogy téged mindig érdemes megkérdezni a vadgyümölcsökről, mert azt szoktad mondani, hogy általában minden gyümölcsnek van vadpárja, hogy a vadgyümölcs feldolgozásban azért, tehát agyabban is benne vagytok, igaz? Most már egyre kevésbé, amikor indult maga a cég, akkor jobban próbálkoztunk vele, hiszen itt Nógrád megyében, északi középhegység és egyéb dombvidékek, erdős vidékeken elég sokféle vadgyümölcs terem, úgyhogy nekünk is még most van vadalma és vadkörtepálinkánk, meg volt kökényünk is, az már elfogyott, és hát itt a helyi favorit a borzag, ugye a földi vagy gyalogbodza pálinkája, bogyójának a pálinkája. Az igazság, hogy a vadgyümölcsök pálinkái nagyon különlegesek, szóval én mindenkit bátorítanék, hogyha van lehetősége kóstolni, akkor kóstolja meg. Azzal a háttérgondolattal, hogy nem feltétlenül ugyanazt fogja kapni, amit egy nemesített fajtánál megszokott, mert a vadgyümölcsök azok jellemzően sokkal fűszeresebbek, egy kicsit fanyarabbak, de nagyon ízgazdagok, és nagyon különleges pálinkákat tudnak adni. Nekem egyébként egy személyes kedvencem az a vadkörte, hogy az bárhol, bármikor. Most még egy picit visszatérve erre a borzak kérdésre, meg bodza pálinka, mert az is pont ugyanolyan szint, mint a ribizli, hogy egész más, mint egy bodza szörp. Hogy én most erről a fortéről akarlak téged kérdezni, az sok helyen hallom, hogy bodza pálinkát úgy csinálunk, hogy a virágzáskor leszedjük a virágot, azt lefagyasztjuk, és amikor jön a bodza bogyó, akkor abból, amikor megcsináljuk a cefrét és lefőzzük a pálinkát, akkor visszarakjuk a fagyasztóból a virágot. Hogy te ezt osztod, vagy ellenzed, vagy jó irány, vagy nem jó irány. Hát kezdeném az elejéről, hogy amit ugye mi bodzaként és bodzaszörpként ismerünk, az nem egyenlő a borzaggal. A bodzaszörp, ugye az a bodza virágából van,
a bogyójából, hamarad a virág után, akkor lekvárként szokott előfordulni, és maga a bodza az azért egy sokkal barátságosabb, aromavilágú virág, gyümölcs, mint maga a borzag. A borzag az talán még megosztóbb, mint a fekete ribizlés, tehát úgy szokták emlegetni, hogy a pálinkák pálpusztaiak, szóval ez úgy nagyjából mindent elmond szerintem annak legalábbis, aki a pálpusztai sajtot már valaha is kóstolta. Tehát a borzag az egy nagyon, nagyon intenzív, mentás, ánizsos, fűszeres illatú pálinkát ad eleve, és a virága sem olyan kellemes, mint amiből a szörpöt szoktuk készíteni. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a bodza is, meg a borzag is nagyon jó pálinkának, mind a kettő, és az, amit említettél, hogy a virágból is eltesznek, visszatesznek cefréhez, vagy olyan is van, hogy csak a lepárláshoz a kosárba beleteszik, és akkor ugye csak a gőzök mennek keresztül a virágon. Nagyon jó és nagyon különleges párlatokat, pálinkákat lehet készíteni. Egyébként én például nagyon szeretem, Gyenesei Pistának van egy ilyen bogyó és virág kombinációból készülő pálinkája, és az is ilyen non plus ultra kategória. Most akkor beszéljünk egy picit a méltán híres és nagyon szerethető borokról, gyümölcsborokról, amit csináltok, hogy milyen ízekben csináltok, milyen olyan ízekben, és egy pár szót meséljünk ezekről. Hát ugye a gyümölcsboroknál is a fekete ribizli volt az alap, hiszen ugye az a gyümölcs, ami adott volt. Emellé jött málnabor, készítettünk már eperbort is, van most már piros ribizli borunk is, mert ahogy azt ugye korábban beszélgettünk is róla, és a piros ribizliből csak kipróbálás szintjén készítettünk egyszer bort, és ahogy elkészült, megkóstoltuk, és mondtuk, hogy ez olyan, mint egy ilyen nagyon könnyű gyümölcsös rozébor. A rozéboroknak meg most egyébként is elég nagy divatja van, úgyhogy hát megpróbáljuk, hát ha tetszik a piacnak, és nagyon tetszik a piacnak, úgyhogy elég valószínű, hogy az hosszabb távon meg fog maradni, mint termék. Van epermálnaborunk, ez egy kicsit a bogyóvaráshoz hasonló, tehát annak is az alapját az eper meg a málna adja, mindkét gyümölcs, de esetlegesen előfordul mellette kisebb mennyiségben más is a bogyóvaráshoz hasonló gyümölcsökből, de azoknak a olyan nagyon nem is említjük, mert az eper meg a málna a két legdominánsabb benne. Ezen kívül volt még birsborunk, most éppen azon kísérletezünk, hogy legyen-e újra birs, vagy esetleg birs alma. Ez például most egy ilyen kísérleti, nálam kísérleti fázisban lévő termékfejlesztés. Azt jól tudom egyébként, hogy ebben egyedülállóak vagytok pálinka főzdeként, akik gyümölcsborokat is csinálnak, vagy mások is csinálnak? Most nem akarom itt, hogy más sokat is... Én nem tudok róla. Lehet, hogy van, de nem tudok róla. Egyébként az alapötlet az nálunk is onnan jött, hogy ugye a gyümölcsborhoz, amit kipréselünk levet, vagy elveszünk levet, ugye visszamarad a gyümölcsöknek, nevezzük törkölynek, az a része, és ugye azt, ha lepároljuk, abból pálinka lesz, szóval így adódott eredetileg a két termék kör. És akkor, de én kóstoltam a birset is, és nekem a birs az kifejezetten tetszik egyébként a többi mellett, mert a ribizli is egy tök szenzációs termék, a ribizlibor. Hogy mi az oka ennek? Tehát, hogy azért még sincs akkora kereslet rá, mint amit én gondolok, vagy más az oka? A birs bort nagyon nehezen kóstolják meg az emberek, mert eleve a birset, mint gyümölcsöt ugye nem nagyon fogyasztjuk, hiszen az azért egy elég kemény, nem túl lédús, nem túl édes gyümölcs, szóval azt nyersen gyakorlatilag nem is eszik az emberek, maximum lekvárt vagy sajtot készítenek belőle, és szerintem részben emiatt is nehezebben kóstolták meg. De aztán viszont nagyon megkedvelték, úgyhogy egyébként rajtad kívül is sokan mondták, hogy de kár, hogy nincsen, mikor lesz-e még. Úgyhogy először ezért, mivel nagyon nehezen indult, ezért úgy gondoltuk, hogy hát akkor ezt kifuttatjuk, és nem lesz tovább, de mivel igény mutatkozik rá, ezért most próbálkozunk, hogy akkor mégiscsak jó lenne, ha lenne.
valamilyen formában, plusz az volt az egyetlen olyan igazán szárazabb karakterű bor. Tehát egy szavazat amellett, hogy legyen újra. Az enyém is mellette van, úgyhogy valószínűleg lesz. Oké. Akkor végül is abszolút többséggel döntöttünk. Igen. Azt szeretném tőled kérdezni, mivel te mindennapi pálinkás vagy, tehát, hogy minden nap benne vagy a pálinka folyamatban, és a pálinka látod, hogy mi történik, hogy mindig megkérdezem, meg mindig érdekel, és mindenkinek a véleménye, hogy te hogy látod, hogy mi lesz ezzel a magyar pálinkával? Eltemetjük, vagy lesz jövője? Na, nem akarom ilyen szomorúra venni a végét, csak hogy te mint szakember, te mit látsz ebben a pálinka ízben? Kereskedelmi oldalról nem látom túl vidáman a helyzetet, ezt ugye többen előttem is mondták, hogy a jogszabályi környezet és a többi változások miatt nagyon nehéz helyzetben vannak a főzdék, alapvetően a kereskedelmi főzdék, és ezen mondjuk momentán a vírus helyzet sem segít. Úgyhogy én bár drukkolok, hogy azért maradjon meg a pálinka mindenképpen, és valamilyen szinten meg is fog maradni biztosan, de a kereskedelmi oldal az nagyon nehéz, és nem túl vidám. Uh-huh. Szerintem. Ehhez még mondjuk én hozzátenném azt, amiért már sokszor néztek rám csúnyán, hogy az alsó polcos termékeket nem biztos, hogy meg kellene tartani. Tehát ez az én szubjektív véleményem, de úgy gondolom, hogy a pálinka hosszú távon akkor lenne egy fenntartható dolog a piacon, hogyha az legalább egy minimum minőséget elérne, és inkább a prémium termékek szegmense felé húzna, hiszen drága az alapanyag, eleve költséges az egész termék előállítás, és ha egy bizonyos ár alatt nem lehet gazdaságosan fenntartani egy üzemet, vagy bármi ilyesmit, szóval én azt remélem, hogy e felé talán majd elmegyünk, hogy kicsit javul a minőség. Ha nem kereskedelmi oldalt nézek, hanem csak a magánemberek oldalát, akkor egészen biztos, hogy a bér és a magánfőzés az viszont mindig meg fog maradni, és az mindig pálinkaként fog, legalábbis az emberek között a köztudatban az pálinkaként fog élni akkor is, hogyha mi tudjuk, hogy jogszabályilag az párlat. Uh-huh. Hogy a magánfőzők szóba kerültek, te is pusztán jó indulatból, mit üzensz a magánfőzőknek, vagy akik otthon főznek pálinkát? Főzenek sok jó pálinkát, próbálják, minél jobb minőséget próbáljanak elérni, és ne a mennyiséget, mert úgy gondolom, hogy ez is afelé viheti a pálinkát, hogyha valaki megkóstolja, akkor egy pozitív élmény, egy jó terméknek a képe kapcsolódjon hozzá, mert ez lehet a pálinka jövője, hogyha legalább egy minimális minőséget tudunk, mindegy, hogy honnan kóstolja az ember. Mert szerintem annál rosszabb nincsen, mint amikor valakinek úgy mutatnak meg egy terméket, hogy elé tesznek egy előutó párlatos, nagy isten, penészes, dohos, borzalmas italt, azt szerintem soha többé nem fogja megkóstolni. Teljesen mindegy, hogy külföldi vagy belföldi embert, vendéget kínálunk meg vele. Úgyhogy törekedjünk a minőségre. Egy munkára fel, minőségre fel, ez az üzenetünk Eszterrel a magánfőzőknek. És akkor még a végszóként azt szeretném megkérdezni, mikor ott voltam nálatok, akkor nagy volt a biztonság, hiszen ugyanis Robi figyelt a biztonság. Hogy még mindig megvan ez a katonás rend nálatok Robival? Igen, aki esetleg nem tudja, Robi a tulajdonos családnak a kis négylábú kutyuskája, aki nagyon lelkesen jön a gazdáival dolgozni, az ő feladata, hogy őrizze a házat. Úgyhogy még mindig ott van, és még mindig őriz rendületlenül. Köszönöm szépen, Schmidt Eszter volt a mai vendégem. Köszönöm szépen, sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok!